Na, sziasztok, újra itt volnék. Most egy verdiktet mondok a Windows 10-re, és elmondom azt, amit én tapasztaltam. Elsősorban, legelsősorban a Battlefield 4 kifogástalanul fut. Ugye, hogy lehet Windows? Nem tudom, mi volt a hír 7-64 bitesen, de hogy a 10-64 bitesen kurva jól fut, az biztos. Már bocsánat a szó kifejezésért. Nyugodtan, hogy is szoktam néha csúnyakat mondani. A második az, hogy interneten baromi gyorsan működik és mozgik. Tehát értsétek úgy, hogy amikor azt a 200 valami megás rekordot, amit felnyomtam, az kb. Így felnyomta nekem, és hasonlóképpen ezt a 700 megás videófájlt egy így. Csutka nélkül 100%-ig kihasználja a netemet. Míg a Windows 7 5-6 megával ment másodpercenként, ez bőven megvan 10-14. Tehát ez dupla sebességgel működik, mint internet. És ez csak a Technical Premium. Igaz, volt driver gondolat, de hogy marha jól működik, az iszonyatosan biztos. Tehát, hogy én már nem borítékolni, hogyha ennek a full verzió és minimum így működik, akkor ez az év Windows-a. Tehát ez a legjobb Windows, amit valaha kiadtak. Tehát ez hihetetlen. Marha jól működik. Tehát minden úgy működik rajta, hogy azt eltervezték egyelőre. A hangon is hallom, hogy egy kicsit hangosabb, pörkősebb, tehát nem az a, úgymond a régi, de a Windows 7-en, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy hiányzik a basszus, nagyon jól szól vele a fülesem, érzem is, hogy már egy kicsit zúg a fülem, sok robbanástól, konkrétan ki érzem a 90 decibelt. Meg úgy általában is véve nekem így tetszik, ezt azt mondom, hogy ezt elfogadom, tehát ez egy oké is, ez jöhet. Ez hihetetlen, meg vagyok lepődve. Én nem így képzeltem így az én kis fejembe összeesztett, de hát nem. Még az XSplit-et is be kell állítanom, ugye már úgy volt, hogy a processzor renderelje a képeket, amitől még jobban megfogta a gépet. Szóval a Battlefield 4-ben, hogyha átrakom, hogy a videokártya intézze ezt a részét, is tuti, hogy jobb fog lenni. Mert Windows 7-en, amikor a processzor csinálta ugyanezt a dolgot, akkor meg marha lassan, tehát éreztem, hogy a frame az egyáltalán nincs, meg akadozott még a Need for Speed Most Wanted is. Itt a Battlefield egy 30 FPS-en köszöni szépen jól van. Ez hihetetlenül jó. Nekem tetszik, meggyőzött, hogy oké. Okay. Tehát végre van valami, ami nem szarakodik. Sajnos a Crysis 3 még nem kompatibilis vele, de ennyit elnézek neki, bőven nyugodtan, és biztos, hogy a későbbiekben ezt is megoldják. Szóval higgyétek el nekem, hogy a 7-esnél sokkal gyorsabban mozog, gyorsabban is butol, és a 8-asnál is jobb szerintem, szerény vélemény. Ez nincs mit hozzászólni többet, ez tényleg úgy működik, ahogy azt elvárja az ember, hogy egy tisztességes Windows működjön. Nem szarakodik, nem akad, nem szakad, nem izé. Most már le kellett állítsam a felvételt, mert megtelt a flash-em, ugyebár még tele van egy csomó adattal, amit még vissza kell vigyek a gépre. Mert nekem az úgy nem volt meg. De összességében véve ez egy nagyon jó Windows, nem bántam meg, hogy felraktam, ráadásul egy technical preview meg fizetnem se kellett értem. Ez a cserébe el kell nézzek néhány driver hibát, mármint hogy nem tudom a legfrissebb drivert felrakni. De remélem, hogy ezt is javítják a jövőben. És ha úgy van, én lehet megveszem a 10-est. Nem biztos, de lehet. Tehát ez egy nagyon jó Windows. Tehát látszik, hogy jaj, ez lesz az utolsó Windows, amit valaha kiadott a Windows, a Microsoft, ezt tényleg összerakták és odafigyeltek a részletekre. Tehát még egyelőre ennyit mondanék így verdiktnek, ha netán valami változik, akkor szólok. Ja, amúgy ezt a Search the Web and the Windows a kis startlogó mellett van egy ilyen kis ablakocska, majd aki felrakja, meglátja. Ezt ugyanúgy láttuk a Windows 95 Internet Explorer Editionben, ahol be volt ugyanez rakva, csak ott ugye bár a kép átlók miatt, tehát ugye 800-600 és 1024-ben lehetett használni akkoriban leginkább a képernyőket. Kitakartam majdnem a 3/4-et a startbarnak, és akkor úgy nem tudtatok hasznosan, tehát hasznosan nulla volt. Itt ezt továbbfejlesztették, és egy ilyen általános search, tehát általános kereső lett, ahol a Windowson belül, illetve a interneten is tudsz keresni, hogyha éppenséggel nem akarod előhozni a Google Chrome-ot, vagy akár az Internet Explorer. Google Chrome, jegyezném meg neked, marhára pofatlan vagy, hogy letiltottad nekem a Battlefield 4-es plugin-t, ezért az Internet Explorer-ről kellett én elindítsam a Battlefield 4-et, ugyanis már unsupported, mert nem tudom milyen hülye verziótól nem akarja jól futtatni, úgyhogy köszi, de nem kellett volna, gondolja játékosokra, ne csak a Facebookozókra. Tehát igen, ez tényleg jó lesz, a kamerát jól kezeli, bár látom, hogy kicsit kihagyott frame-ek is vannak benne, de az azért volt, mert installáltam a Battlefield 4-et, most per pillanat a Far Cry 3-at, de nem számít, majd a Far Cry 4-et is.
Úgyhogy jönnek majd a Battlefield 4 multiplayeres videók, ahol multizni fogok, ugyanis ha már működik, akkor miért ne alapon. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel, illetve kommenteljetek, ha akartok kérdezni, vagy bármi más, vagy véleményt mondani. Szívesen várom mindegyiket, én IT Lord voltam, sziasztok!